Szóbi utcában születtem, amelyik a 6. kerület, és ott élek most már 20 éve, a 6. kerületben, a Nagymező utcában. 39 évet éltem a Pasaréten. És a 3., amelyiket hazámnak, vagy szűkebb hazámnak tekintek, az a Balaton, Csopak, egészen pontosan. A legtöbb kapcsolatom a 6. kerülettel van, mert amikor a Pasaréten laktunk, már akkor képzőművészeti főiskolásként oda jártam iskolába 6 évet, majd 16 évet tanítottam a Képzőművészeti Egyetemen, és ezen közben 1973 óta Csopakkal van kapcsolatunk, és környékével. Minden nyáron itt nyaralunk, itt nőttek föl a gyerekeim, vagy itt nyaraltak a gyerekeim. Rengeteg kedves ismerősöm, barátom a szomszédházban és ebben a házban, ahol most vagyunk. Ezt a 3-at tekintem a hazámnak. Vagy mert a munka kötött oda, vagy mert a pihenés, vagy mert egyszerűen szeretem. március 1989 óta lakom itt, feleségemmel és 2 gyermekemmel, fiammal és lányommal költöztünk ide. Ez egy pályázati úton megnyert műtermes lakás, Fényes Adolfé volt eredetileg, az Ernst Lajos építette a házat, aztán került ide Boldizsár István, ő volt az én közvetlen elődöm, de hát évekkel azelőtt meghalt, mielőtt mi ide költöztünk volna, mert akkorra lehetett rendbehozni ezt a lakást jogi értelemben. Aztán nekünk kellett egyébként. Most az épület maga nekem nagyon kedves. Nem utolsóban azért, mert én liften járok színházba, meg kiállító teremben, mert az Ernst Múzeumban ebben az épületben, ugye az előbb említett Ernst Lajosról elnevezett múzeum, amit maga csinált annak idején, azon fölül itt van még a színház is, a Tivoli Színház, úgyhogy én ide csak lesétálok, amikor színházba akarok menni, vagy átsétálok a Radnótiba szembe, vagy átsétálok a Táliába, vagy elsétálok az operáig. Tehát ilyen szempontból, hogy úgy mondjam, egy kulturális központ vagyok én maga. Már hogyha geometriai központról beszélünk. Na, én nagyon szeretem a kerületet, ez egy jó, pezsgő, kulturális központ. Múzeumok vannak, és itt van a Képzőművészeti Főiskola is, egy ugrásnyira. A rossz nyelvek azt mondták, hogy én mindig azon a főiskolán tanítok, ami mellett lakom, mert azt megelőzően a Zugligetbe jártam tanítani a Pasarétről, amelyik ugyancsak egy ugrásnyira van. Most az épület maga kívül nincs nagyon jó állapotban, lehet mondani, hogy borzalmas rossz állapotban van. Főként a homlokzata, ahonnan időnként egy-egy darabka le is hullik, sajnos. Belül azonban nagyon szépen rendbe hozták már a lakók erejéből, ugye hát ezek közös költség terére ment. Én rekonstruáltam az egész ólomüvegablakrendszert, és egy pályázatot nyert a ház az én portfóliómmal, amit én magam készítettem. Nagyon szépen rendbe hozták a ház lakói saját erejükből és szándékukból az ajtót is, amelyik egy szecessziós karakterű ajtó, az is rekonstrukció. Akkor igazi terézvárosi polgár lett, olyannyira, hogy díszpolgárra is választották nem régen. Igen, hogy ennek mi az oka, ezt tőlem ne kérdezzem, mert fogalmam sincs róla, hogy ez hogy működik és hogy megy. Legnagyobb meglepetésemre értesültem erről, nagy megtiszteltetés. Ennyimet megelőző évben a Bálint András kapta ezt a díszpolgári kitüntetést, ugye ő az igazgatója a Radnóti Színháznak, és hát egy országszerte ismert valaki, én meg nem vagyok ismert országszerte, sőt, hát a házban ismernek azért, abban legalább biztos vagyok.
Chagall írja önéletrajzi könyvében, hogy egy nap, amikor édesanyja a kemencébe a kenyeret vetette be egy lapáttal, akkor megfogta a lisztes könyökét, és azt mondta, hogy mama, én festő akarok lenni. Ez önnél is ilyen egyszerűen ment? Én nem akartam festő lenni, tulajdonképpen valahogy azzá alakultam. Én nem akartam soha, hogy festő legyek, erre egyik másik kollégám azt mondja, hogy sikerült is. Én igazából zenével akartam foglalkozni. Azt gondoltam, hogy opera, vagy énekes, vagy valami ilyesmi akartam volna lenni. De hát végül is mindig, mindenhova és minden időben rajzoltam. Rajzolgattam, vagy rajzoltam. És aztán apám először is elvitte a munkáimat a Dinert Énes Rudolf festőművészhez, aki egy, hát itt nem szó szerint idézhető kifejezést használva mondta, hogy hát most már ez az ügy el van döntve, mert belőlem úgyis festő lesz. Akkor az apám elküldött a Jasik Ámosnak a rajziskolájába, akkor 11 éves voltam talán, alig több. Ismerek olyanokat, akik azt mondják és azt nyilatkozzák, hogy ő világ életében semmi más soha nem akart lenni, csak festőművész. Én irigylem ezeket a kollégáimat, de hát én ezt nem mondhatom el magamról. Azt tartják művészetéről kritikusok, hogy egyrészt egy mély intellektus jellemzi, nagy tárgyi tudás, ugyanakkor egy játékos szertelenség is. Egy groteszk látásmód, amely talán egyfajta menekülést jelent? Lehet, hogy van benne ilyen is, de mindennek van színe és mindennek van fonákja. Meg kell közelíteni valahogy a dolgokat, mélyre hatolni, amennyire lehetséges, boncolgatni, de ez nálam nem valami tervszerű dolog, hanem nyilván hajlam kérdése, hogy szeretek a dolgok mélyére ásni, megkísérelni a mélyére ásni, és akkor annak mindig vannak nem egyszer, hanem sokszor groteszk elemei, mindennek a fonákja néha furcsa. Akár groteszk, akár nem. Azt nyilatkozta, hogy a művészetben egyetlen szabályt ismerek, hogy nincs szabály. Igen, ezt is tanítom. De ezt nagyon szigorúan be kell tartani, mert ez egy dogma, szinte dogma. Ugye a dogmátlanság dogmája. Persze ahhoz, hogy az ember ezeket a szabályokat áthágja, ha vannak is egyáltalán szabályok, ahhoz teljesen kézben kell lennie a mesterségnek. Tehát ahhoz, hogy tudja, hogy mit hagyok el, ahhoz tudni kell, hogy mi van a kezemben, mert csak abból lehet elhagyni, ami van, ami nincs, az tudatlanságnak hívják. Akkor még egy idézet a művésztől. Olyan képeket szeretek és tudok festeni, amelyeket el lehet utóbb mesélni. Ez igaz, mert minden képnek van egy sztoria, és ezért is néha rám sütötték az illusztratív bélyeget, hogy én történeteket festek meg, csak hogy ezek mögött mindig van egy-két-három, szándékom szerint nem egy-két-három, hanem még több réteg, és hogyha abban az ember elmélyül, ha egyáltalán hajlandó a néző venni a lapot, akkor nekem jó leső érzésem van, mert ezért készül az egész. Az utóbbi időben a festészetet fényképészettel, fotótechnikával ötvözi. Ez hogy alakult ki? Hát mindig is nagyon szívesen filmeztem és fotóztam. Itt a szekrényben van egy csomó réges-rég használt fényképezőgépem, Zorki 4-estől kezdve, Jasikáig bezárólag minden. Most egy digitális félprofi gépen van, vagy negyedprofi, amit nagyon szívesen használok. Én inkább struktúrákat keresek. Nem csak felületi struktúrákról van szó, de
arról is, hanem inkább gondolatiakról. Tehát a fotónál is igyekszem a nem szokványosat lefotózni. Tehát fotózok egy falat, kövekből összeróttat, és abban, hogyha jól megnézi az ember, fölfedez különböző természeti formákat, vagy pedig akár arcokat. Ezek jó fantázia mozgató lehetőségek, engem legalábbis nagyon érdeklő dolgok. Még vannak fotóim, amelyeket szeretnék felhasználni, de lassan ez a dolog úgy érzem, hogy a végét járja ezt. Ez egy periódus. Nekem nincsenek terveim, tehát nekem nincs előre meghatározó, hogy most ezt fogom csinálni fekete-fehérben, most azt fogom csinálni. Én nem csinálok kiállítási tárgyakat, én nem csinálok magánműtárgyakat, nekem van egy indítékom, és hála Istennek még mindig megvan. Annak ellenére, hogy most már nem dolgozom annyit és olyan rendszeresen, de azért rendszeresen dolgozom változatlanul, mert muszáj csinálni, hát nem lehet nem csinálni. Festéken van, ecseten van, a kedvemet meg kell várni, és akkor nekiessem újra. Ha még körülnézünk ebben a műteremben, akkor nem lehet nem észrevenni azt a rengeteg tacskószobrot, amihez társul egy valódi tacskó is. Ez egy határozott tacskóimádat? Mondhatni, igen. 1942 óta mindig volt tacskóm. Tacskóm mindig volt, de volt mellette német juhász, puli, kuvasz, tehát más, amikor még kertben laktunk a Pasaréten, akkor több kutyám és több macskám is volt. Egyszer mi nagyon állatszeretőek voltunk, és vagyunk, és maradtunk. És most is van egy Mokka nevű fekete cser tacskóm, sima szőrű, ez a szak elnevezése egyébként. Nagyon jó barátságban vagyunk ugyancsak. Nem sokan tudják, ezt azért hívják epreskertnek. Rengeteg eperfa van benne, aminek sok előnye van, nem utolsó sorban, amikor itt a felvételik folynak, akkor mindenkinek a ruhája tele lesz kimoshatatlan fekete foltokkal, mert hullik a érett eper, de nagyon kellemes íze van egyébként. Én ide jártam másodéves koromban szőnyi osztályra, tőlünk balra lévő pavilonban volt az osztály, közben Szőnyi mester egészségi állapota megromlott, Domanovszki korrigált ezt követően, majd visszakerültem a főépületbe, a főépületnek nevezem az Andrássy úti központi épületet, ahol aztán a Papp Gyula osztályra kerültem vissza, amelyik a mostani rektori hivatal helyén működött, nem is a rektori hivatal, hanem effektív a rektor szobája, ahol hát megtaláltam még azt a helyet is, ahol az én festőállványom rendszerint állt. Itt volt az állványom. Nem a legszerencsésebb helyen, szemben a fénnyel, de hát a tapogatózásaimnak megfelelő helyen mégiscsak. Később, amikor már Papp Gyula osztályból kiöregettem, akkor Bernát Arél osztályába kerültem. Egy külön lépcsősor vezetett oda, mindig oda akartam kerülni, és mindig is féltem attól, hogy amire én a Bernát mesterhez kerülök, addigra a Bernát mester már nem fog tudni tanítani. De amikor én ugyanebben a teremben tanítottam évtizedekkel később, tehát mint tanár, akkor én jóval idősebb voltam, mint akkor a Bernát Arél, és egész könnyen föl tudtam menni a lépcsőkön. Úgyhogy erre némiképp büszke is voltam. Majdhogy nem. Megszakítás nélkül oktattam 13 évet minden esetre az iparművészeti főiskolán, és itt pedig 16 évet. Innen mentem, mint docens nyugdíjba, és a Kaposvári Egyetemen is tanítottam akkor már párhuzamosan ezzel, ahol is egyetemi tanárságig vittem, és most professzor emeritusként még mindig bedolgozom abba az intézménybe. Megfelelő mesterségi tudást kellett a gyerekeknek a kezébe adni, vagy megkísérelni legalábbis.
és hagyni, hogy a hallgatóból, a gyerekből kijöjjön az, ami benne van, azt előcsalogatni, mert se tehetséget, se egyebet belerakni a gyerekbe nem lehet minden ellenkező híresztés dacára, csak az jön ki belőle, ami benne van. Nem hiszem, hogy ártottam valaha is valakinek, még szándékon kívül sem, mert arra is vigyáztam, mert észrevettem, hogy mikor kell vigyázni. És nagyon sok sikeres volt növendéke van, tehát Munkácsi díjasok, Ferenczi Noémi díjasok, Kossuth díjas még nincs, de talán majd az is lesz előbb-utóbb. Itt vagyunk a Sodrás utcában. Itt laktam 29 éven keresztül, és rengeteg emlék köt ide. Itt nősültem meg, azóta is meglévő házasságomban élek a feleségemmel, Szűcs Andreával. Itt születtek a gyerekeim. Itt laktam együtt a szüleimmel és a két testvéremmel, azt megelőzően már. Hogy úgy mondjam, elősen nosztalgikus érzések lepnek el most ebben a pillanatban. Annak ellenére, hogy ennek az egész utcának a karaktere, a jellege nagyon megváltozott. Ezt leborotválták, a régi házat, ami homokkőből épült, és egy nagyon érdekes építészeti jelenség volt. Lakható hely volt. A két nagymamám is itt lakott. Tehát ez egy óriási családi kavalkád volt, és nagyon jól éreztem magamat. Ez a 8-as. Semmi nem maradt meg a régi házból? Semmi, írmagja sem. Érdekes az, hogy ez a lépcsősor, ez akkor született még az utolsó évben, amikor egyszer a Rádai Misi itt volt és orra esett a régi lépcsőn. Az utolsó pillanatok egyikén csináltattam meg, úgyhogy ez maradt meg egyedül, ez a ronda lépcső. De azért ennek a háznak emléket állított valahogy. Csopakon van a falon ennek az úgynevezett elsüllyedt ház című képe, ami hát ennek az egész nosztalgikus és ilyen furcsa világnak mond búcsút a kép. Érdekes dolog volt, hogy amikor már tudtam, hogy elmegyünk innen, akkor egyszer csak ide költözött egy macskabagoly család, amelyiket úgy vettem észre, hogy borotválkozás közben úgy érezte, hogy engem figyel valaki. Amikor is kinéztem az ablakon, és egy macska bagolya 3 méterről így, az ragyon tudja forgatni a nyakát, a furcsa mozdulattal nézett rám, mert nyilván csillogott a borotva éle, vagy én nem is tudom, hogy mit vehetett észre. Attól kezdve jóba voltunk, az egész családot elláttam nyers hússal, itt elfogadtak. És a házdal együtt a macska bagoly család is eltűnt? Nem láttam azóta őket, igaz, hogy nagyon ritkán járok itt. Most, ha ezt a házat látni akarja, akkor leutazik Csopakra. Igen, és megnézem, hogy is nézett ki. Egyébként viszonylag hiteles a formája is annak. Föl lehet ismerni, tehát aki volt itt annak idején, és emlékszik rá, az fölismeri. Csopakon, ahol most vagyunk, itt lett nekünk is lakásunk, egy kétszobás kis nyaralóegység, és itt töltjük a nyarainkat, most már meglehetősen régóta. Én, mint vízhez kötődő ember, ahány tóhoz vagy folyóhoz érkezem, mindenben megfürdöm, kipróbálom. És ehhez fogható vizet én az életben sehol nem láttam, a Maggiore-tól kezdve a keleti tengerig, én hát tényleg mindenütt megfürödtem, az Atlanti óceánban mindenütt. Ez valahogy olyan bársonyos, csodás valami, ez egy olyan adottságunk, amit csak imádni lehet, legalábbis nekem nagyon fontos. Amikor már tavaszodik, húsvéttől kezdődően rendszeresen járunk ide, ez a kikapcsolódás helye. Most azon túlmenően, hogy maga a környék csodás, megnyugtató, természeti szépségei
azok közismertek. Nagyon kellemesek a szomszédok, és kellemesek is voltak, sőt azt kell mondjam, nem csak, hogy kellemesek, hanem nagyon nevesek és híresek is. A piros házban, mert az egyik a piros, a másik a kék ház, mert a erkély korlátok pirosra, illetve kékre festettek, ott lakott Örkény István, Boldizsár Iván, Illés György, az operatőr, grafikusok, Zelenák Rescencia, Darvas Árpád, Máté András, majd később, amikor ez a ház a kék készült el, Reich Károly, és hát nagyon sok neves és kevésbé neves, de minden esetre nagyon értékes és kedves ember.